Remélem, hogy hallottok valamit, Hát eddig olyan nagyon nagy dolgot nem találtam. De amúgy amikor ezt kitalálja az ember, hogy akkor csináljunk egy videót, és akkor ott van az ötlet. És konkrétan ez egy olyan processz, hogy le is írod, azt mondod, hogy na ez egy jó ötlet felveszed, megvágod, látod 5000-szer magát a videót, és nem veszed észre, hogy hd van feltöltve, és úgy néz ki, mint a reggeli szarom. Hát 70 darab pixelből áll össze a kép, konkrétan nem veszel ki semmit a képből. Hát hogy lehet? Ez milyen telúval volt felvéve? Követem itt ezt az útvonalat. 60-szor nézed meg általában a videót, amikor vágod. Érted? Tehát, hogy ő sokszor látta ezt a videót, és végül úgy döntött, hogy ezt töltsük fel, erre büszke vagyok, tesó, ezt feltöltöm. De én nem értem, hogy ez miért. Ez, ez. Ah. Hát, ha valami belebukkarunk. Kaputelefon, amúgy kb. Káulázát, igazából most a tehát konkrétan, konkrétan, 500k-ra kerekítem, de 440k szabja van, és egyszerűen a minőség az rosszabb, mint az én büdös szar Youtube videóimban. Konkrétan. A viszont erre kíváncsiak, alacsony férfi és magas nő. Tehát, hogy én alapjáraton nem vagyok egy alacsony férfi, tehát, hogy azt mondom, hogy 179 centimmel, úgy azért, jó el vagyok, nem Csett? Az, 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 azzal én ezt tudok, lányokat azért, az azzal, azzal csillelek. De hogyha most így törpe lennék, az úgy már szar lenne. Tehát hogyha... <laughs> Sokan mondják, hogy a, a, méret nem számít, de a magasság igen. Az a baj. Tehát a lányok jobban vonzódnak egyszerűen a magas fiúkhoz, de már biológiailag is. Érted? Mert, mert a magas fiúrak egyszerűen jobb a kisugárzása. Ha alacsonyabb vagy, tehát átlagos vagyok én, nekem sokkal lehezebb dolgom van, shoutout Shadow to the Short Kings, W Short Kings, chat, tisztelek mindenkit, de nekünk nehezebb dolgunk van, szóval nekünk több mindent kell megtenni azért, hogy azt, a tiszteletet érjük el. És ez a új baj. Szóval erre a videóra kíváncsi leszek. Én mert én kíváncsi vagyok, hogy egy, tényleg egy, mert nekem volt -e ilyen kisebbségi szindrómám, tesó, hogy ez szarul érezte magam egy társágban, mert a leg, legalacsonyabb voltam, nem tudom, milyen volt-e valaki, de hogy érted, ilyen szóval 190 centisek manapság az emberekben, Neki veletettek titeket, azt ilyen game manipuláltak lesztek, mint a faszom. És, és volt ilyen kisebb érted, mert legkisebb volt vagy társág, érted? De aztán, aztán rájöttem, hogy amúgy meg érted. Legkisebb vagyok ott, de legtöbb több meg nekem van. Aztán a nőnek, érted? Oké, hogy a magasság szávi, de azért a pénz is. Viccelek. <laughs> Nem, de az a lényeg, az a lényeg, hogy, 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 hogy ezen, a férfiaknak nagyon nehéz átestél, ha, Hogyha, valaki alacsonyabb, az, az, az tudom, hogy egy trauma. És ezt át tudom, én is. Átéltem, és, és tudom, milyen érzés. Ö, az alacsony fiúknak, szóval, szóval ilyen, ez tényleg létezik. De én, én már ezen átküzdöttem magam, én, én nem úgy teljesen jól érzem a a bőrömben, kicsit vékony vagyok, azt mondtam, de most tömegelek. De az, arra vagyok kíváncsi, tényleg egy, 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 egy ilyen törp, vagy alacsony férfi, ezzel hogy teszi túl magát, vagy hogy, hogy, randizik lányokkal, érted? Amikor az De most ha valakinek ilyen, ilyen probléma van, hogy nem úgy néz ki, mint amilyen, amilyen beauty könyvekből, érted így, elfogadott, úgymond, tehát nem, van valami kis érdekes rajta, ami egyedivé teszi, az a legjobb chat, az a legjobb, mert az ki lehet használni a mai világban. Tehát, hogyha mondjuk én nagyon szeplős vagy, vagy mit tudom, nagyobb az orrod, vagy a füled, vagy a faszom tudja, menj -e vagy egy modellnek, mit tudom én. Most oda az ilyen full egyedi embereket keresik. Szóval amúgy meg az ilyen kicsit ö, ö, olyan testrészeket, ami kicsit nem olyan, mint az átlagos, hanem valamilyen túlfejlett, vagy a faszom, tudja, azzal amúgy nagyon jó. az, az vagy jó a mai világban, nagyon, nagyon jó ki lehet azt állni. Vagy a faszod nagy, amúgy azt, azt is, én, én igazából, basz, B*** tesó, mi egy kobold, mész a faszomba. Nem, de amúgy a, 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 kicsik, a kicsiknél minél kisebb vagy, annál ráfabb ez, tehát an, an, annál, annál rosszabb. Tehát a általános iskolában ott a legdurvább a csúfolódás. Tehát, hogyha mondjuk általánosul is vagy, és csúfolód, csúfolódnak rajtad, vagy nem tudom, ott a, ott, a, legdurvább. Tehát amúgy gimnáziumban már így leszarják, meg főleg egyetemen, meg ahogy, ahogy mész az életbe, hogy idősödnek az emberek, egyre jobban inkább így a saját dolgaikkal foglalkoznak. De még a, a tényleg a kisgyerekek, azok nagyon még a, mindig, mindig, a másikkal foglalkozik. És akkor, akkor a kemény, általánosban a legdurvább amúgy a csúfolódás. Ott, ott és ott szétszednek, az, ott vérfürdő van általánosban, az a, leg, az, a leg, az a legdurvább. Manu Kobold, mini törpe öcsi. Nyakigláb, colos, csontkollekció... Mi van? Csontkollekció, hosszú puska, gólya Amúgy ezek még, ezek... Ezek szarabbak. Ez, a piró, ezek szarabbak. Most nem mondhatod, hogy... Jaj, azért meg túl magas vagy, azért tesó, majd a, a téged izé jobban bántalak meg, hogy izének milyen szomorú az életed. Hagyjál már tesó! Ezeket még ki lehet bírni. Ez az évá, tesó, lekoboldoznak. Az az évá, taf! a, az szarab. Az szarab. A mai világban hogy hívnánk a kis embert, tesó? Mini pekka. Az, 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 fix, az fix. A mai világban úgy a hogy mini pekka, ezt meg úgy csúfolnák, hogy nem tudom. tízelik szíres. Nem tudom, de az a baj, hogy a, a, a clashreális idézetek azok, azok nagyon elszabadultak, chat Kalandókban benne van, én mindig úgy élem az életem, Sose fogják így elfogadni, mindig mindig lesz bennük valami, sose fognak ugyanúgy nézni az emberek egy, egy olyan emberre, aki, aki nem úgy néz ki, mint a, a most trendi, meg a most átlagosnak vélt átlagos. Ez sose lesz így, az a baj. Ezt úgy számítottam, ez, 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 nekem, ez azt jelenti, hogy, hogy haladunk valahova, és az egy jó irány, én úgy érzem, chat, hogy haladunk valahova, és ez egy jó irány, és nekem ez jelenti azt. Kicsit magamat még nagyobbra veszem, ez jelenti azt, chat. Ez a klippünk mikori? Nyolc hónap. Ekkor kezdtük el a streamelés, chat. Nyolc hónapos a csatorna. Hát, roughly, kilenc inkább, de Mondjuk azt, hogy ez az egyik legelső streamünk ö, volt az első évadnak a vége. Az első évadban, chat, ö, az átlag nézőnk az ilyen 80-tól 120-ig terjedt. 80-120 ember volt itt. Még most is itt vagytok, srácok, amúgy sokan abból a 100 emberből, akik az elején néztek. Nem azt mondom, az, az is jó volt. Ugyan, ugyanígy, sőt, még nagyobb dolgokat lesztreameltünk. Nagyobb kontenteket, rohadt streamek voltak. 100 nézőnek ugyanúgy, chat. Komolyan. És ö, volt egy 24 órás stream, amin azt hiszem a peak az ilyen... 400-600 néző volt, az is az, olyan sok, és, és egyszerűen most meg már hajlamos az ember elszállni magától, mert most meg már itt vagyok 2000 és így az meg, hogy régen néztek 100 8 hónapja, amikor ez a klip készült, most meg ilyen semminek tűnik, de gondolj bele, hogy 100 ember ebbe, nem azért a lakás, az, a az három tanterem, konkrétan, rohadszok, az is és, és hogy, hogy onnan milyen utat tett meg ez a közösség, és tettünk meg mi, kds is, mint emberek, rohadt jó, nézzük meg ezt a klippet, srácok. Nem tudom, erre valaki emlékszik-e. Hülye 39 ezer? Aki ezen a klippen nem TikTokról látta, hanem élőben itt volt a, 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 cseten, a, az, az nagyon OG, az nagyon OG. Stilo Slide <laughs> 39 ezerért! Stilo 39 ezerét És most meg konkrétan Ugyanaz a cipőcset Itt van a lábamon, vágod? Meg tudtam venni Érted? És ez, ez a, e, e, Ettől vagyok a legboldogabb is. Ez, ez jelenti azt, hogy haladunk valóban, basszus Nyolc hónap után Megszereztem ugyanazt Ugyanazt, cset á imádom Imádom, 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 imádom. És, és ez a cipőcset Most le kell, nem ez legyen a szimbólum annak, jó srácok? Ez a cipő. Nem nem ez a silló Itt, ami a kezemben van. Ez legyen a szimbólum annak, srácok, hogyha követitek az álmaitokat, akkor bármi lehetséges. Csak bele kell tenni a kellő időt, cset. És hogyha követed az álmodat, és így nappal, lát, éve dolgozol, akkor lehetséges, cset. Ez legyen a szimbólum ennek, jó? Tisztelem, tisztelem, Nagyon szeretem.